Szevasztok srácok, Zoom vagyok, üdvözlök mindenkit! Hétfő van, véget ért a világbajnokság, és játszani fogunk egy csodálatos zúlokkal, amivel eddig még nem sikerült játszanunk, úgyhogy ezek várnak rátok az intro után. Na gyertek velem! Ugye, amikor véget ér a világbajnokság, akkor mindig az a legnagyobb kérdés, hogy és akkor kiért, mennyi pakkot kapunk, és hogy is van ez. Ugye az egyik videóban mondtam, hogy állítólag a nézők számára, hogy osztogatott a Blizzard mindenféle pakkokat. Na most én közel 20 órányit néztem, és egyetlen egy darab pakkot nem kaptam, pedig össze volt kötve a Battle.net fiókom a Twitch fiókommal, úgyhogy igazából nem értem, hogy miről van szó. Lehet, hogy ez is majd később érkezik, de nekem azt mondták, legalábbis a chaten voltak, akik azt mondták, hogy ők kaptak ilyen-olyan klasszik pakkokat, meg minden, ugye random pakkokat kaptunk, így a világbajnokság különböző napjain, de kimondottan azért, hogy néztem, én nem kaptam egy darabot se, ami teljesen értetetlen, mindegy, nem is az a lényeg. Na de, nézzük, hogy kiért mennyi pak jár. Nem fogom végigmondani végig a neveket, hogy kiért mennyi jár, ezt majd döntsétek el, de hogy aki csak a csoportkörben játszott, tehát aki nem jutott ki a csoportból, azokért mind egy pak jár. Akik negyed döntőt játszottak, tehát hogy kijutottak a csoportkörből, ők két pakkot kaptak, vagy értük két pak jár. Akik elődöntőt játszottak, tehát azt jelenti, hogy az utolsó bennmaradt négy játékos, értük három pakjár, és akik döntőt játszottak, mindkettőjükért négy pakjár, és a győztesért már nem jár plusz egy. Úgyhogy gyakorlatilag így néz ki. De ez egyébként azt jelenti a számok nyelve, hogy aki Hunter részre vagy Viperre szavazott, mindkettőjükért négy-négy pakjár. Igazából ez a lényeg, minden más pedig teljesen lényegtelen. Na de, még egy érdekesség ugye a VB-vel kapcsolatban, hogy fura deckekkel játszottak a srácok, és ugye ilyenkor az van, hogy általában a világbajnokság szokta befolyásolni valamennyire a létrát, hogy és akkor, hogy a profik ezzel játszanak, akkor játszunk mi is ezzel. Ugye most kicsit fura a helyzet, mert a kiegészítő megjelenése után azt hiszem 7 vagy 8 napjuk volt játszani a játékosoknak az új metában, és ezért van az, hogy egyébként most a versenymeta, legalábbis most a világbajnokságnak a versenymetája a létrának a metájához képest le van maradva körülbelül 2 héttel, ugyanis 2 héttel ezelőtti deckeket lehetett látni, vagy még annál is korábbiakat, vagy mondom egészen fura deckeket, tehát hogy amikkel egyébként létre már nem igazán lehet találkozni, de hát ilyen ez a meta változás, úgyhogy szerintem most nem fognak megugrani a különböző deckeknek a használata, kivéve mondjuk Hunter résznek a sámánja, az lehet, hogy fog még itt valami játékot látni, bár egyébként amikor leadták a deckeket utána, azért például a létrán megugrott ez a fajta kontroll sámán. Megértem egyébként, mert az a deck az nekem is tetszett. Na de, ma nem kontroll sámánozni fogunk, hanem egy csodálatos zúval fogunk játszani. Méghozzá, mondjuk egyébként nem tudom, hogy ez kinek a zú deckje, viszont a HS Replay szerint, mert hogy általában én azért mégiscsak erre szoktam építeni, a HS Replay-nek a legjobb zúlokjával fogunk játszani, ami Rank 5 és Legend között jelenleg a legnagyobb winrate-tel rendelkezik, és csak hogy lássátok és érezzétek a kedvességemet, csak ez a deck kedvéért építettem Rafamot és építettem egy Magic Carpetet, mert a másik már megvolt, úgyhogy ez a deck most 2000 dustomba van, remélem, hogy megéri majd vele játszani. Érdekes, hogy mióta arany a Warlockom, azóta nem is játszottam vele. Ilyen ez, amikor az ember így elveszíti az érdeklődést. Nem, ez nem azért történt egyébként, nem játszottam nyilván minden mással. Ja, egyébként nyilván most meséltünk arról, hogy mi a Mulligan stratégia, de alapvetően az a helyzet, hogy az egy és a két droppokat általában jellemzően tartjuk, de főleg az egy droppokat szeretnénk. A Grim Rallyt mondjuk szerintem nem tartjuk. Ezt így. Így. Na, majd meglátjuk. Ez így jó, ez a kettővel megetetjük egymást. Basz király lesz. Jó, most a kérdés, de egyébként én ezt csinálnám. Ez így mint top deck tök jó, ezt kirakom és akkor a lekire lesz még egy manám, és majd utána csináljuk meg ezt a nagy kombót. Mert ez konkrétan egy ötös arcra elvileg. Hogyha addig a tojás nem hal meg, ugye. De valószínűleg nem fogom. Jó. Hát ez szedcsök le. Az a baj, hogy mondjuk használt, nem használt még coint, és arra mehet az SI sajnos.
Jó. Nem rossz, nem rossz. Így most ezzel van néhány jó célpontja szerintem. Koin Assai, az megöli a 0-2-t. Ó, és nem. Na hát ez innét akkor izgalmas lesz. Jó, az amúgy se baj, hogy lecsapja. Az 1-4-t gondolom belecsapunk. Ami 1-5 igazából. Na és akkor most így mehet a damázs. Jó. Majdnem. És az óriás szinte ki tudott kerülni. Jó, ha most ez fenn, akkor sírunk. És akkor... És akkor a kobold leki, hello. The light protects me. And double pain. Szerintem ez. És most már el kell kezdeni teppelgetni amúgy. Van nála még egy leki, ami kettőt se vesz? Nincs. De hát az van. Kellemetlen. Azt megtartjuk, mert az még lehet valamire jó. Most betolhattam volna arcad, akkor se lett volna letálom következő körben. Igen, és akkor egy eszáj. Remélem kettő. De rossz ez így. Hát ennél rosszabb mondjuk nekem nem lehetett volna. Igen. Az meg tud történni. Ez is. Valahogy így. Az a szepp az nyilván fáj, hogyha történik, de ettől függetlenül jó, még hát még lehet nála ugye a két taunt. Unity, precision, perfection. Hát. És reménykedünk a következő körös, nem tudom. Leroy Jenkinsben. Igen, felhúzza a fegyvert, és valószínű a... Hát mondjuk 50% van arra, hogy a deckhandet is felhúzza. Ugye egy már volt nála, a második még nem. Igen, és felhúzta mind a kettőt. És a szebb. Ah, Evis. És csak az arc. Wow. This is
Igen. This guy's toast. Nem rossz, nem rossz. Mondjuk, hogy se vesztem volna még egyet rajta, arról fogalmam sincs, de... Az 501. orlog győzelem. Néha zoom. És jól elhúzódott. De azt hittem, hogy sokkal gyorsabban tudok lenni ennél. Ez zoomval nem szeret 10. kör után játszani. Jaraxxus versus Bayev. Ez nem ugyanaz, ugye? Jó, van-e olyan univerzum, ahol nem tartom meg ezt a kezet? Túl jó ez szerintem. Mert a Flamim ki tud menni a Meharuval, utána ki tud menni a patkány. Ja. Ó. Coinért egy dolog miatt nem rakom ki a másikat, mert ugye Magic Carpettel ez nekem tök jó. Az board control van nekem nagyon. Hát be akar venni egy 6-os belőle? Kérlek. Discover a spell. Következőkor. Most ez lehet fenn. Valószínűleg ezért vette be, hogy nekem még egyet. Aha. Yeah. Coinja van. Ezt megcsináljuk amúgy. Illegalább valami értéket kiszedtünk belőle, biztosan. És a következő kör van így a... Knife Juggler-es dobálós dolgot megcsináljuk majd. Igen. Nincs taunt. Nincs taunt. Yeah. Ezt gondolom megcsináljuk. Meg gondolom ezt is. Ezért ez nem volt egy rossz kör, azt hiszem. Lecsapja. Jó, hát nyilván úgy tett, hogy ez volt a helyes. Nézzünk valami spellt. Az mondjuk lehet, hogy nem rossz. De mondjuk ez sem. Legyen a... De sosem arc. Ó. Ez mindjárt jobb. Ezt találd el egyszer, léci. Most? Ja, hogy nem hal meg, bocsánat. My bad, my bad. A HP-k meg ilyesmi. Jó, és most taunt. Ó, és nem taunt. Aha. Jó. Hát most ha trade-el, akkor az fájdalmas lesz neki. Gondolom én. Ugye hetünk van. Jó. A bolt az valószínűleg meg fog történni. Csinálj meg ezt így. De tudtam, hogy bele fog menni amúgy. Jó.
akkor így. És az az egy arcra ment volna, akkor még a letálom is meg lett volna. Most a dupla tauntot, ha kirak, vagy egyébként a Leroy van nála, akkor meg nyer. Kérdés, hogy rá kellett volna menni a letálra. Édes Istenem. Igen, lehetett volna teppelni, hogy esetleg valami más lényt, és akkor nem a boltot használom el. A dupla deadlyből egyébként gondoltam, hogy lesz nála Leroy. Azért jött el ennyire arcra. De ennél nem volt jobb ötletem. Mondjuk... Ki kellett volna számolni, úgyhogy... Mert ugye egy lövés az feleslegesen belement a... Belement a greenskinbe, hogyha ott kijátszottam volna... Mondjuk akkor még manám nem lett volna, mert ugye az egyiket azért játszottam ki direkt, hogy legyen annyi manám. Ennyi rogue, basszus. A kettő az sok, a Magic Carpet az jó, az ki. Szóval valószínűleg, ha leboltoltam volna, akkor még nem lett volna elég manám ahhoz, hogy megcsináljam azt, amit akartam. Csinálj meg a lassabb play-t, jó? Mert ezt nem fogja backstabelni. A Flame Impact valószínűleg igen. És akkor most kimegy a szőnyeg. Tehát ez most az, amikor a szőnyeg az kimegy. Van nála fegyver viszont. Ez megtörténik, ez biztos. És szerintem ez is. Ugye már nem backstab pozitív a flaming. Biztos. Teppelünk egyet, gondolom. Ezt úgy se raktam volna ki, úgyhogy mindegy. Viszont... azt lesz egyik. Most ez fenn, akkor megint sírás van. De akkor még így is van egy elég szép nagy bordom. Jó? Két damage az lehet, de az... jó. Szép. És ott a backstab. Jó. Jó. Tudunk-e nyerni? Nem. Ez biztos, hogy kimegy. Ez tuti. Jó, és akkor mit csinálunk? Itt teppeltünk egyet, hát ha másik óriás. Ez nem az. Hát az mondjuk a legkellemesebb.
Ő szaladhat meg, úgyhogy őt kell valószínűleg megölni. Ez így is hal. És többi vele megyünk arcán, azt mondom. Sajnos ilyetnek tanultok. Wow, és akkor... De akkor nincs fegyver. Van egy ilyen kombónk amúgy. Belemüthettem volna arcra 9-et, de attól még nem nyertem volna sajnos. Így is kb. Ingyen lesz, csak ő így most megvan neked attól, hogy közvetlenül megmurdáljon. Két varázsszőnyeg amúgy elég hasznos. Jó, hát egy 4-4-es eddig az baj. Ez neki mondjuk nem tudom miért jó. Na srácok, úgy gondolom, hogy ez az úzásra ez már elég volt. Meg volt a két győzelem is, mint egy 66%-os winrét, 3-ból 3 róg. Ugye nagyjából a létre azért az ilyen. Kíváncsi vagyok, hogy történik-e majd valami változás a létrán. Ezért túl nagy a rogue dominancia, na, vagy legalábbis a jelenlét mindenképpen. Nem tudok rosszat mondani erről a deckről, ez tetszett, és ott a második meccset meg lehetséges, hogy lehetett volna máshogy csinálni, és akkor mondjuk így lehet, hogy meg tudtam volna nyerni, a franc se tudja. Szerencsétlen volt, tehát ott azért volt egy 33%, hogy rossz helyre megy a... Sőt, igazából, hát valójában nem tudom, 50 igazából, úgyhogy lehet, hogy rá lehetett volna menni ott a letárra. Na mindegy, hát ez most már csak ilyen. Na hát ez lett volna a HS Replay szerint a legjobb zoo deck, én örülök, hogy megnéztétek, és találkozunk holnap. Sziasztok!